Sok szeretettel köszönteném kedves nézőinket a Reflex 24 újabb beszélgetős műsorában. Ez alkalommal a címe az egész műsornak az, hogy merre halad Ipolyság 2022-ben civil szemmel. Tehát azt jelenti, hogy a vendégeink ez alkalommal civilek, be is mutatnám őket, és egyben üdvözölném is őket. Köszöntöm körünkben Szőlősi Pétert, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek. Illetve Kürti Gábort, akit az ipolyságiaknak nem kell bemutatni. Nagyon köszönöm neked is, hogy elfogadtad. Köszönöm a meghívást, én is. Na, és akkor hát merre halad Ipolyság 2022-ben? Összegyűjtöttünk néhány témát, amelyek alapján érdemes beszélgetni arról, hogy 2022-es év mit hozhat számunkra. Nyilvánvaló, hogy az egyik fő téma az, hogy választások lesznek, nem csak helyi szinten, hanem megyei szinten is. Aztán most volt a népszámlálásnak az eredménye is meghirdetve, illetve a helyi politika úgymond néha ingoványos talajára is rátévedünk majd, de akkor kezdjük már is az elején. A népszámlálás eredményei, itt már is meg fogunk erről nézni egy grafikát. Az a kérdés Isten igazából, hogy ha összevetjük a 2011-es eredményt, amikor itt több adat is van, de a magyarság száma 57% körül mozgott, összevetjük a 2021-essel, ez nagyjából maradt, egy 0,5%-nyi csökkenést könyvelhetünk el, de ezt is csak abban esetben, ha nem számoljuk hozzá azt a 195 polgártársunkat, akik a magyar második nemzetiségként adták meg. Illetve, ami talán még érdekesebb, hiszen az, hogy a magyarság száma konstans, százalék aránya konstans, ez egy jó hír, de talán ami viszont egy rossz hír, hogy 2011-höz képest nagyjából 350 lakost vesztettünk, 10 év alatt mínusz 350 ember. Tehát ezeket a kérdéseket, illetve a népszámlálás helyi eredményeit kezdenénk értékelni. Kérném is akkor az első vendégünket, Péter, hogyha átadnám neked a szót, röviden foglald össze kérlek, hogy mit gondolsz erről. Az első momentum, ami tudatosult bennem akkor, amikor ezek az eredmények nyilvánosan elérhetőek lettek, az az volt, hogy örültem, hogy a magyarság százalék arányban tulajdonképpen nem csökkent. Ez egy nagyon pozitív dolog volt számomra. Viszont az, amiről te is beszélsz, hogy 350 emberrel kevesebb él Ipolyságon, 350 lakossal kevesebb él Ipolyságon, ez negatív. Ugye ennek a negativitásnak ennek több oka lehet. Az egyik oka az maga a demográfia. Sajnos az van, hogy egyre több az idős ember, és volt időszak, amikor kevés gyermek született. Ez még most is kevés, és ez magától adódóan, ugye mindenhol csökkenő félben van a népesség. De természetesen hozzá segít ehhez az is, hogy az emberek ugye elköltöznek innét, munka miatt főleg, és gyakran előfordulhat, le is telepednek ott, ahol dolgoznak. Úgyhogy ezen mindenféleképpen a helyi szinten változtatni kell, minden kisvárosnak szerintem ezen változtatni kellene, és sokkal többet kéne azzal foglalkozni, hogy az emberek itt tudjanak maradni, itt tudjanak dolgozni, és itt tudjanak élni is. Tehát ne kelljen nekik még a szolgáltatások miatt is elutazni innét, vagy elköltözni akár. Világos. És köszönöm szépen, még majd visszatérünk talán esetleg a megoldásokra, de akkor Gábortól is egy ilyen helyzetértékelést kérnék első körben. Ami Ipolyságot illeti, én őszintén mondom, hogy meg voltam lepődve pozitívan, hogy nem egész 1%-kal csökkent a magyarság létszáma Ipolyságon, de én azért nem vagyok annyira optimista, mint ahogy sok médiában lejött ez a dolog. Én nem értek egyet a második nemzetiségnek a felvállalásával, mert én szerintem egy embernek egy nemzetisége van. Hogy volt ez tálalva az elmúlt időkben, az valaki pozitívan értékelte, valaki negatívan értékelte. Én személy szerint én ezt nem látom jó. És
amit még el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy volt szerencsém nekem is egy statisztikát fölállítani, és úgy, ahogy mondtad, egy 340-350 gyermekkel született kevesebb az elmúlt 10 évben, mint amennyi polgárunk sajnos elhunyt. Ami járásilag illeti, ott azért már nem ilyen pozitívak az adatok, ugye tudjuk, a lévai járásban is elég radikálisan csökkent a magyarság aránya. A megyében szintén, talán azt hiszem Rimaszombat és azokban a keletebbi megyékben, járásokban volt, ahol ugrott valami szintén a magyarság aránya, egy pár százalékkal, de ez minket, én szerintem, minket konkrétan itt a lévai járás nem érint. Én ennyit szeretnék ehhez mondani egyenlőre. Uh-huh. Jó. Köszönöm szépen, és akkor még mindkettőtökhöz fordulva, már amit Péter felvetett, hogy van ennek a csökkenésnek egy, ha nem is globális, de mondjuk Európa szerte egy ilyen spektrumban is, vagy egy ilyen nézetből is nézhetnénk, hogy Európa szerte mi történik, vagy akár az, hogy konkrétabban már itt a déli országszakaszban, például Magyarország is a nagyvárosok, Budapest vagy akár Pozsony elszipkázza a fiatalokat, a tehetségeket. Tehát, hogy van egy ilyen része ennek a problémának, ami egy ipolyságon túlmutató kérdés, de itt az igazából arról is lehetne beszélni, és amiről mi beszélhetünk, hogy helyi szinten, például egy városvezetés, igaz, hogy ellenszélben, de mégis van-e egyáltalán ebbe felelőssége, vagy azt lehet mondani, hogy hát ugye most 350 ember, akkor az mondjuk 100 éven belül 3500, és akkor igazából ipolyságon ki fog maradni. Tehát itt még egyszer, hogy a kérdésemet összefoglaljam, helyi szinten lehet-e, és kell-e ezért felelősséget vállalni? Hát egyértelműen, hiszen a helyi szintű dolgokért a helyiek felelnek, és a helyi vezetőség felel. Tehát egyértelműen olyan lépéseket kell eszközölnünk, olyan döntéseket kell hoznia a városvezetésnek is, ami ösztönzi a fiatalt, hogy itt maradjon. Tehát ez nem is kérdés számomra, hogy felelősség. Természetesen nem 100%-ig felelős a város érte. Igen, erről próbáltam én is. Úgy, te is elmondtad, de bizonyos felelősséget kell, hogy vállaljon. Na csak az miatt például nem menjenek el az emberek csak falura lakni, hanem inkább ide szeretnének jönni majd faluról. De ez egy megint csak egy folyamat, vagy egy trend, amit ugye az emberek most úgy értékelnek, hogy lehet, hogy nyugodtabb környezetbe szeretnének költözni, és akkor inkább elköltözik 4 kilométerre, de ide jár be dolgozni. Tehát ez is van. Világos. Még akkor e téma kapcsán is annyit hozzátéve, hogy fordulok Gáborhoz, és esetleg még Péter is hozzászólhat, aztán lezárjuk, hogy megoldásokat tekintve helyi szinten mit lehet azért tenni, hogy ha legalábbis, de a legjobb lenne az talán, ha visszafordulna ez a trend, de egyenlőre már az is jó lenne, hogyha lassítanánk. Milyen megoldások lehetnek? Itt a megoldás szempontjából ez nagyon nehéz kérdés, mert én szerintem itt nem most kell keresni a hibát. Én úgy gondolom, hogy abban a 60-as években, amikor Ipolyság elvesztette a járási jogú városi címét, én ott keresném a hibát, amikor ezek a járási intézmények elköltöztek Ipolyságról. Mert ugye, ha vesszük azt, hogy az értelmiség ugye innen elmegy, akár Budapestre, akár Pozsonyba, miért megy el, mert nem talál magának olyan munkahelyet, ahol ő ki tudná élni magát, vagy hogy is fejezzem ki magam. Nem tud letelepedni, nem érzi magát egy Hörleinben, vagy egy ZF-ben egy főiskolás ember, aki nem gépészetet végzett, az nem talál magának munkát. Szóval én úgy gondolom, hogy ezt ott kellene keresni, ezt a hibát, még visszamenőleg abban a 60-as, 70-es években. Hogy mit lehetne csinálni? Hát én is hiányolom a város részéről azt, hogy én nem látok semmilyen programot, vagy valamilyen kezdeményezést annak irányában, hogy itt tartani a fiatalokat, hogy itt tartani Ipolyságon és Ipolyság környékén. Én egyelőre nem látom semmilyen kezdeményezést. Még annyit hozzáfűznék, hogy konkrét dolgokat is ugye el lehet ez ügyben érni. Például egyik része az, hogy a vállalkozói közeget
azt olyannak teremtsük meg, hogy igenis itt vállalkozások, akik itt vannak, ne menjenek el, vagy pedig jöjjenek újak. Tehát ehhez ez egy nagyon fontos dolog például, hogy az adókörnyezetünk az olyan legyen, hogy elfogadható legyen. Az a cég, aki ide települ, és ide vonza a munkaerőt, ott lehet keresni potenciált, hogy az, aki ide jár dolgozni, az lehet, hogy idővel ide is költözne. Ahhoz kellenek lakások, el kell érni a városban azt, hogy lehessen hova költözni a népnek. Tehát ez is egy fontos része dolgnak. És ugyanígy például gondolkodtam azon, hogy orvosok, ők is tudják növelni, tehát ők is tudnak ide költözni. Most rengeteg országból jönnek különböző szakemberek, főleg orvos és tanár. Hát őnek is, hogyha biztosítanánk helyet, ahol ők meg tudnak telepedni, akkor valószínűsítem, hogy itt maradnának. Tehát itt kapna munkát is, mert ugye orvosra is szükség van, de tudunk neki biztosítani helyet, ahol lakik a családjával, ez őnek egy nagyon pozitív dolog. Erre azt hiszem, hogy ékes példa most a komáromi nővérszálló, amit a megye elérte, hogy ez a nővérszálló az nem fog magánkézbe kerülni, hanem ott igenis ki lesz alakítva az orvosoknak és a nővérkéknek lakhatási lehetőség. Ezzel megoldják az orvos problémát Komáromban egyértelműen. Világos is. Ezek konkrét dolgok, amiben a város léphet. Tehát azért, hogy költözzenek ide. És hogyha már itt tartunk, de már tényleg csak egy fél mondatot szálljunk rá, nagyjából hasonló módon lehetne a bankokat esetleg ösztönözni, ugye bankfiók, úgy a szószoros értelmében nagyjából egy maradt, ha a postabankot nem vesszük, de hát vehetjük. De akkor is kevés, akárhogy is nézzük, vagy ugye ez a helyzet a telefonszolgáltatókkal, ami a Telekom, egyébként ezt saját részről is mondhatom ezt a problémát, hogy az ügyintézést igencsak megnehezítette, én is a Telekomnál vagyok, akkor mehetek Párkányba vagy Dévára, az Orange még itt maradt, tehát hogy ilyen dolgok is vannak, és ezekkel esetleg helyi szinten lehetne ezt orvosolni, vagy ezt így el kell fogadni, hogy... Sajnos ez egy trend, ugye? Az, hogy kevesebb az ember, az magával vonza ezt, hogy akkor kevesebb szolgáltatásra van szükség. Sőt, minden digitalizálódik, tehát mindent meg tudsz online oldani. Ezzel nincs is gond a fiataloknak, szerintem nincs vele gondja, neked sem, hogy el kell menni. Tehát nem kellemes, hogy ez miatt el kell menni. Én itt főleg a nyugdíjasokat látom nagyon nagy hátrányba ezzel. Ők nem tudják ezt megoldani online, ők nem tudnak autóba jönni, elmenni, elintézni, tehát ez probléma. És ezek a cégek, amikről beszéltünk, bankok vagy telefonszolgáltatók, ugye ők egyszerűen működnek ekonomiai bázison. Tehát ő kiszámolja, itt vagyok, ez pozitív, hozamot hoz, oké, nem hoz hozamot, elmegyek. Ők így. Világos. Jól van. Akkor térjünk is át a következő témánkra. Itt a kedves nézőink valószínűleg, ha még nem, akkor az év során lehet, hogy fognak, bár nem tudni, hogy meddig lesz ott, de a városközpontban, a főtér környékén feltűnt egy ilyen plakát, vagy hogy is nevezzem. Annyi van ráírva, szlovákul, magyarul, de most csak magyarul fogom mondani, hogy 218 ezer euró, ennyivel több marad az ipolyságiak zsebében. Ezen kívül semmi több nem látható, nyilván ide kitesszük. Azt hiszem, hogy mindenki számára világos, vagy ha nem, akkor majd mostantól az lesz talán, hogy itt az adó korrekcióról van szó, ennyivel kevesebb, vagy ennyivel több marad a lakosok zsebében, és ennyivel kevesebb jut majd úgymond a városnak. Ez egyébként nem mindenki örült ennek a döntésnek. A Facebookon is, a szociális médiában is kikerült ez a kérdés, és ott kommentelte a polgármester úr, hogy az ő olvasatában legalábbis ennek a döntésnek, hát konkrétan idézem, a leggazdagabbaknak marad meg a legtöbb. Ő ezt így értelmezi. Erre, mint egyébként mindketten az adókorrekció ügyében ténykedtetek, harcoltatok érte, hogyan reagálnátok? Elsősorban én ugye Szőlősi Péter kollégám kezdeményezésére kapcsolódtam be ebbe az ügybe. Őt illeti elsősorban ez a kezdeményezés, én a végén kapcsolódtam bele, amikor megszólított Péter, hogy, és elmagyarázta nekem, hogy miről is lenne szó ebben a kérdésben. Természetesen én kötelességemnek éreztem utána, hogy megtámogassam ebben az ügyben, mert ezt a polgárok javára szolgál ez a kezdeményezés.
Hála Istennek sikerült a 21-es utolsó ülésen, a város utolsó testületi ülésen elfogadni ezt az adókorrekciót, ami sok, ugye sokan, ahogy említetted itt a Facebookon és ezekben a médiákban, úgy veszik, hogy átlagozzák ezt a pénzt, meg stb. De én úgy gondolom, hogy igen, egy lakóházban élő családnak, ahol a minimumot fizeti, 15-20 eurós adót, ottan tényleg csak egy pár euróról van szó, ami ez a szerencsétlen 2019-es évi adó, brutális adó növelés. Én úgy gondolom, hogy az a 75% egyszerre az rengeteg volt, nem volt indokolt végképp. De viszont egy kertes házban élő példát mondok, Tesmagon élő özvegy asszony, akinek van egy 20 áras telke, ahol még vannak valamilyen ólak, amik maradtak, ami úgy van evidálva, mint haszonszerzési épület, vagy hogy mondjam, ő neki 50-70-80 euróval is több volt ez a pénz, amit kellett fizetni, most annyival kevesebbet, vagy annak a részével kevesebbet fog kellene fizetni. Én gondolom, én ezt úgy látom, hogy ez egy helyes lépés volt, és remélem, hogy az emberek, ha majd nem sokára megkapják az adópapírt, az adócsekket, ott fogják értékelni ezt a kezdeményezést. Te veled egyetértve, Gábor, a te példádhoz még hozzáfűzném azt, és megint visszatérnek ide, hogy a leggazdagabbaknak marad meg a legtöbb, és itt nyilvánvalóan Péterhöz fordulok, a vállalkozókra utal a polgármester úr, és ez egyfajta hangzatos narratíva, hogy nekik amúgy is van pénzük, meg hogy ők adózhatnak, stb., de akárhogy is nézzük, hogyha kritikusan próbálunk hozzáállni ehhez a vállalkozói kérdéshez, az biztos, hogy ez csak az érme egyik oldala, hogy ők a leggazdagabbak. Vagy nem tudom, hogy te hogy látod? Hát igen, le kell szögezni, hogy iparságon nincsenek milliómosok. Tehát iparságon nincsenek gazdag vállalkozók. Iparságon kis vállalkozók vannak, a helyiek, és vannak különböző cégek, akik ide települtek és munkát adnak. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy valaki gazdag vagy szegény. Itt arról beszélünk, hogy valaki munkát biztosít-e vagy sem. Két olyan nehéz év van a vállalkozók mögött, és ezt én, mint a vállalkozók elnöke pontosan tudom, hogy két olyan nehéz van a vállalkozások mögött, hogy azon igyekeztek, hogy ne kelljen bezárni, és ne kelljen embereket elbocsátani. Ezt elmondtuk a tisztelt polgármester úrnak, hogy ez itt nagyon komoly a helyzet. Tehát itt nem arról beszélünk most, hogy lehet, hogy baj lesz, hanem baj van. És ebbe torkolt bele még ez a irreális adóemelés. Itt azok a vállalkozók, akik több adót fizettek be, azok odaadták a pénzt a városvezetésnek, ezáltal többet, mint amit kellett volna, és a városvezetés pedig úgy döntött, hogy majd ebből a pénzből majd amit, ami neki megfelel, majd dolgozik. De ezt ki kellett, hogy vegye a vállalkozásából az a vállalkozó, és nem tudott fejleszteni, nem tudott munkáját létesíteni, nem tudott egyről a kettőre lépni. Ezt így kell látni. Nem pedig úgy, hogy ő gazdag. Itt nincsenek gazdag, milliómos vállalkozók, egy se. Az összes vállalkozó, aki itt van, ezt mindegyiket meg kell becsülni, mert nem megy elvállalkozni valahol a máshova, hanem itt szeretne ebben a nehéz közegben megélni, és itt neveli a családját. Itt él, közöttünk él, és nekünk ad munkát. Neki nem szabad megnehezíteni a dolgát. A városvezetésnek maximumot kell megtenni, hogy megkönnyítse a vállalkozóknak. Meg lehet nézni a város főterét, hogy néz ki. Hát egy része, nagy része már el is költözött, nem nyit. Tehát nincs támogatás a város részéről, de hátráltatás az akad ilyen formában. És mindenkit érint az adócsökkentés, nem csak a vállalkozó. Azt érdemes még hozzátenni, és itt kapcsolnák vissza Gábor példájára, hogy ugye 50-100 eurós tételekről van szó, de egy vállalkozó esetében akár ez több ezer. Így van, természetesen. Hát itt, tehát, hogy ez a 218 ezer euró nem úgy áll össze, ahogy néhányan átlagolták, hogy 34 euró per fő, és akkor ennyi. Igen, ezt nem szabad. Hogy van, akinek kevés, van, akinek meg több tízezer. Így van, nem szabad átlagolni. Ezek abszolút számok, ezt nem átlagolni kell. Tehát mindenkit másképp érint. Én rengeteg emberrel beszélek a városban, rengetegen állítanak meg ezzel az ügyel kapcsolatban, még most is, annak ellenére, hogy ez már a tavalyi évben lezárult és előfogadva.
mindenhonnét pozitívan reagálnak. Rengeteg nyugdíjas, akivel beszélek, ők egyértelműen ki tudják mondani, hogy a 20 euró vagy a 25 euró az nekik sok pénz. És inkább szívesen adja oda az unokájának, mint pedig odaadja a városnak, és majd a város dönt róla, hogy akkor mi lesz csinálva, vagy mi nem lesz csinálva. Tehát ezt a pénzt a városnak máshonnét kell előteremteni. 218 ezer euró, az sok pénznek tűnik így, de ez egy 11 milliós költségvetésből van. Tehát 10 millió 800 ezer még mindig marad arra, hogy a város tudjon fejleszteni. Ez egy tény, ami így van. 2000... Igen, egyébként ez már, ha valaki átlagol, akkor érdemes ezt is átlagolni. Hát, itt vagy százalékokba kimutatni. Az utóbbi 7 évben átlagban több mint 30 millió euróval többet kapott a város, mint az előző években. Tehát ez itt a lényeg, és erre nem kell adót emelni még. Amikor kapunk az országtól elég pénzt részesedési adókon keresztül, és tudunk pályázni, akkor nem hiszem, hogy az emberek zsebébe kell turkálni ilyen mértékben. Világos. Esetleg Gábor, ez a téma. Én még annyit fűznék hozzá, hogy igen, amikor Péter megcsinálta ezt a statisztikákat és összehasonlította a hasonló kaliberű településeket, mint Ipolyság, ott ugrott ki ez az óriási különbség, hogy 30-40%-kal magasabb adót kell fizetni egy ipolysági lakosnak, mint egy Párkányinak, vagy Zselízinek, vagy sőt, Nagykürtösinek, ami járási város. Szóval olyan magason voltak az adók szintje, mint egy járási város, amikor Ipolyság az elmúlt 30-40 évben úgy leépült, akár gazdaságilag, akár más szempontból is, hogy ez nem volt reális, ez a 75%-os adóemelés. És most már visszajöttünk arra szintre körülbelül ezzel az adókorrekcióval, hogy ott vagyunk, ahol Párkány, Zselíz, Korpona vagy Nagykürtő, szóval legyen igazságos az éle ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen legyen igazságos. Igen, és azt hiszem, hogy a kritikus hozzáálláshoz hozzátartozna az is, hogy akkor valaki beveszi egy kalapba ezt a leggazdagabbaknak, marad meg a legtöbb, meg ezeket a véleményeket is, és akkor ez alapján elgondolkozik arról, hogy mi a igazság. Lehet, hogy a 100%-os igazság itt se lesz meg, de valószínűleg közelebb lesz hozzá, mintha csak az érme egyik oldalát nézi. Na most még egy kicsit foglalkozunk a polgármester úrra, erre a témára rákapcsolódva, de hát helyi szinten ez egy fontos kérdés. Itt Stefan Gregor polgármester úrtól fogok idézni, 2021 végén vagy 22 elején, most nem is tudom pontosan, de egy hasonló beszélgetős videóban egy sokakat meglepő, majd erről nyilatkoztok, hogy titeket mennyire lepett meg, de egy olyan nyilatkozata volt, amit az idézetből már is ki fog derülni. 2022-ben én, Stefan Gregor, Ipolyság polgármesteri címért nem indulok. Ez az elhatározás már régóta érlelődik bennem, az utolsó testületi ülésen történtek után döntöttem véglegesen. Nyilvánvalóan itt a decemberi, 2021 decemberi ülésre utal a polgármester úr. Amikor is olyan mértékben lett elfogadva az adócsökkentés, amelyről nem volt megegyezés, egyáltalán nem volt indokolt. Nos, akkor magát a tényt, hogy ő nem fog indulni, legalábbis jelenleg most ez az ő álláspontja, hogyan értékelitek, illetve akár az egész idézetet is. Akkor Péternek adnám először a szót. Rendben. Én ezt az idézetet komolynak veszem, tehát ezt, amit kijelentett a polgármester úr, azt én komolyan veszem. Ezen a téren ő olyan ember, aki ha megmondja, akkor tehát kiáll az mellett, amit mond. Nem nagyon hiszem, hogy másképp alakulna. Az oka pedig, az egyik oka az, amit ő mond. Én azt látom, hogy nem sikerült neki úgy kommunikálnia, sem a testülettel, sem pedig a polgárokkal, hogy ne ossza meg őket, és ilyenkor nagyon nehéz a munka. Ezt saját magának tulajdonképpen köszönheti, hogy megnehezítette főleg az utolsó 3 évét, tehát rettentő mértékben megnehezítette. Ez az egyik része, ami miatt gondolom forrott benne ez a dolog, vagy érlelődött benne ez a döntés, hogy így nem lehet dolgozni, tehát ezt ő maga is tudta, csak nem tud ő változtatni magán, hogy ez jobb legyen. Illetve amit figyelek az ő közösségi oldalain is, az pedig a nagyobb politika felé való nézelődés,
nagyon-nagyon kevés helyi szintű probléma megoldást láttak az oldalain az utóbbi hónapokban, viszont a magas politikáról naponta vannak bejegyzések. Én úgy gondolom, hogy komolyabb lépéseket is most már megtett az ügy érdekében, hogy a megyén tudja képviselni majd városunkat. Én ehhez nagyon sok sikert kívánok neki. A politika az néha erről is szól, hogy lépni kell, följebb kell lépni. Én azt gondolom, hogy ha a városnak valamilyen szintű, hogy mondjam, képviselete lenne magasabb szinten, és az mindenféleképpen pozitív tud lenni. Tehát én így értékelem, hogy ezért jelentette be, azt lezárva annyi, hogy elhiszem, hogy ez komolyan van gondolva, és ezeket az okokat látom mögötte, hogy ez ezért van. Világos. Akkor Gábornak adnám a szót ugyanez a kérdés meg. Jó, hát én is csak a közösségi médiával értesültem erről a hírről, hogy most ez mennyire igaz, vagy mennyire politikai húzás, én azt nem tudom ezzel kapcsolatban elmondani, de annyit még tudnak, hogy hiteles információim ugye nincsenek, de hallásból tudom azt, hogy úgy, ahogy Péter kollégám is mondta, akár megyei vagy országos szinten szeretne ő tovább lépni, szóval a karrierjét szeretne ő egy kicsit bővíteni ezzel, vagy nagyobb rálátást, hogy is mondjam, magasabb szintről való rálátást szeretné ez a politikában elérni. Amúgy mindig tudtuk, nekem furcsa is volt, amikor a polgármester úr függetlenként indult, mert mindig is tudtuk, hogy ő az SZSZ-nek a képviselője valamilyen szinten. Annó is indult az SZSZ színeiben önkormányzati választásokon. És most úgy néz ki, hogy tényleg az SZSZ politikai párt színében tudomásom szerint a megyei elnök pozícióját fogja megpályázni, vagy arra pályázik, hogy azt elérje. Én is ugyanúgy, ahogy Péter kollégám mondja, én sok sikert kívánok neki őszintén, hogy érje el ezt a szintet, válasszák őt meg, és minél többet tudjon segíteni Ipolysárnak is, ennek a régiónak, én ezt kívánok neki. Hát akkor sok sikert kívánunk a polgármester úrnak az ebbéli ambícióiban. Ezen a ponton el is engedjük az ő kezét egyelőre, azt hiszem, hogy eleget foglalkoztunk ő vele, akkor sok sikert a továbbiakban. De Ipolysággal azt hiszem, hogy nem is foglalkozhatnánk eleget, úgyhogy visszatérünk még ide. Melyek azok a legnagyobb kihívások, amivel a város szembenéz? Nyilván ez egy ilyen gumicsont kérdésnek is értelmezhető, és aztán lehet rá 10 millió dolgot válaszolni. Úgyhogy azt is kérném, hogy esetleges megoldási javaslatokat is, ha tudtok, akár konkrétat, akár elképzelést. De mindenek előtt, mi erre rátérünk, egy példát szeretnék felolvasni, ez például Orosz Zoltán egy nemrégi interjúban, ami a Reflexben megjelent online, illetve a nyomtatott labban is. Ő a legnagyobb kihívást eféleképpen azonosította be. Óriási hiányként élem meg a generáció kiesést. Az elmúlt 30 évben a fiatalok aktív bekapcsolódása nem csak a politikába, hanem a mindennapi életbe gyakorlatilag nincs jelen. Egyszerűen nincs kinek átadni a stafétát. Szóval ezt mondja Orosz Zoli, akár ehhez is hozzá lehet szólni, de hogyha saját más kihívásokat is föl tudtok sorolni, akkor kíváncsian várom. Esetleg akkor talán a Gábor kezdje most. Én teljes mértékben egyetértek Orosz Zoli kollégánknak ezzel a megnyilvánulásával és értékelésével. Én is azt látom legnagyobb problémának, hogy az elmúlt 20-30 évben generációkiesés van. Nincs kinek továbbadni a stafétát. Bármilyen közösségi akciót szervezünk, mindig ugyanazok az emberek, 90%-ban, akik eljönnek, nincs új arc, egyszerűen én is ezt látom a legnagyobb problémának ebben az évben is, meg hát visszamenőleg is természetesen. Mi lenne a megoldás? Hát ez így, előbb is mondtam, ez egy nagyon nehéz kérdés.
nagyon nehéz kérdés. Én szerintem úgy, ahogy Orosz Zoli is mondta utána ebbe a interjúba, hogy vissza kellene valahogy állítani Ipolyságot, mint várost, arra a szintre, hogy ez egy központi jellegű város legyen. Itt vannak az iskolák, itt vannak még valamilyen bankszféra, itt van a önkormányzat olyan szintű, ahol el lehet több mindent intézni, valahogy növelni ezt, és akkor erre akarok kiukadni, viszont amivel kezdtem az első mondatot, hogy nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy Ipolyság, mint járási város elvesztette azt a címét. Itt ha az lenne, amit természetesen a 90-es években tudjuk nagyon jó a Mecsiár kormányban, hogy akartuk ezt, Ipolyság és Párkány is akarta a járási városi címet megszerezni, miközben ilyen kisebb települések, hogy Poltár, Kiszucké, Novemesto, Selmecbánya, megkapta, ahol szintén azoknak a településeknek nincsen nagyobb körzete, ők megkaphatták, minket pedig besoroltak egy olyan közösségben, ez természetesen politikai, nemzetiségi problémát okozott is, és természetesen ők nem engedhették meg maguknak azt abba az időben, hogy az SNS-szel és a HZDS-szel olyan járás alakult volna, ahol a 90%-os magyar ajkú emberek éltek volna. Ezt nem engedhették meg akkor abban az időben. De én szerintem még meg lehetne próbálni ezt, hogy elérjük ezt a címet, mert én szerintem az nagyon sok embert itt tartana, és ide is vonzana. Uh-huh. Igen, ez egyértelmű, azt hiszem. Még Gábornál maradva egy pillanatra itt, hiszen te is azt azonosítottad be, hogy így az nincs kinek átadni a stafétát. Nem lehet, hogy egyrészt nagyon nagyot fordult a világ a fiatalokkal, ez nyilvánvaló, de hogy egy kicsit az emberek az ilyen helyi szervezetekben a bizalmukat elvesztették, és valahogy ezt kellene visszaállítani? Erről mit gondolsz? Igen, volt egy korszak, igen, amikor még ugye az én szemszögömből nézem, az MKP-s szemszögből, hogy volt egy olyan korszak, amikor az MKP kormányban volt. Én igenis hiányolom azt a 4-8 évet, amikor többet lehetett volna tenni ezért a régióért. Megértem a nagy öregeinknek a hozzáállását akkor abban az időben, nem lehetett csak Ipolyságra koncentrálni, például Csáki Pálnak vagy Harna Istvánnak, mert azt nem engedhette volna még. De én úgy gondolom, hogy akkor egy kicsit mégiscsak ide húzott a szíve neki, ide kellett volna azt a támogatásokat valamilyen szinten irányítani. Én ezt hiányoltam abban az időben, és talán ez most le is vetítődik ide, erre a régióra, és ezt a bizalmat nagyon nehéz lesz visszaszerezni, én úgy gondolom. Ezt nagyon nehéz visszaszerezni. Meglátjuk, minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt a bizalmat valahogy az emberekben visszaállítsuk. Igen, egyébként most van itt a lehetőség a megújulásra, úgyhogy ebben az utolsó témákban még erről majd beszélünk is majd, ugye a szövetséggel kapcsolatban. De ne ugorjunk annyira előre, és már akkor Péternek adnám mindenképp a szót. Ezzel kapcsolatban, hogy milyen kihívásokat azonosítanál be, esetleg milyen megoldási javaslatok, vízió van a te fejedben? Én a legkihívóbban azt érték, vagy azt látom, hogy megosztódott a közeg. Ez a városvezetés elérte azt, hogy megosszon bennünket, és ennek nem így kell lenni. Hogyha egy húron pendülünk, együtt dolgozunk, akkor ez teljesen más képet mutat. Tehát teljesen más eredményeket lehet elérni. Én úgy gondolom, hogy Ipolyságot nem úgy kell nézni, hogy nem tudom, fiatal, öreg, magyar, szlovák, szegény, gazdag, mi együtt vagyunk Ipolyság. Mi együtt vagyunk az, akinek ezt tenni kell. Itt a városvezetésnek olyannak kell lenni, hogy ezt érzékeltesse velünk. Ez egy nagyon fontos kihívás szerintem. A közeljövőben vissza kell állítani a bizalmat saját magunkba. Ott kell kezdeni, ha magunkban majd bízunk, vagy hiszünk, akkor fog ez alakulni egyértelműen. És a konkrét dolgok, amiket hát úgy, ahogy mondtad, millió dologra rá lehet mutatni konkrét dologra. De
nem is fogok most ugye ebből se kiszedni egyet, sem másik, semmiet. Ez a lényege, amit mondani szeretnék, hogy együtt vagyunk Ipolyság, és együtt kell elérnünk ezeket a dolgokat, és magunkba kell fektetni újra bizalmat. Ez a generációs kiesés, ez adott azokból a dolgokból, amiről már beszéltünk. Sajnos ez így van, ezzel fel fog kellenünk venni a harcot, ezt meg fog kellenünk oldani. Többet kell dolgozni annak a generációnak, akik most mi vagyunk, a 40-45 évesek, az, sajnos ez van, nekünk több munkát kell magunkra vállalni, és becsatlakoznak a fiatalok, ők is elérik ezt a kort majd, és akkor olyankor már agilisabbek tudnak lenni. Most a fiatal egyelőre nem nagyon érdekli az, hogy mi fog történni itt 40 év múlva, mert a 20 éves nem ezzel foglalkozik sajnos. De ez így volt az múl is. Világos. Jó, akkor ennek a témának ezzel pontot teszünk rá nagyjából, de még mindig Ipolyság és helyi ügyek. Megalakult a szövetség helyi szervezete, ez az alakuló ülés éppen most pénteken, tehát most vasárnap veszük fel a műsort, ezt később fog majd adásba kerülni, de a pénteki napon, február végén volt ez az alakuló ülés. Mindketten részt vettetek ezen, azt, hogy milyen szerepet vállaltatok, azt talán legjobb, ha majd személyesen elmondjátok, illetve arra lennék még kíváncsi, hogy hogyan értékelitek a fejleményeket helyi szinten. És akkor visszaadom a szót Péternek egyelőre. Jó. Egyértelműen pozitívan tudatosítani kell, hogy ez egy gyűjtőpárt, ami magába vonja a Szlovákiában még tavaly létező pártok, magyar képviseletű pártok nagy részét, és szövetség néven próbálja elérni azt a célt, amit kitűzött maguknak a párt, hogy a 2024-es parlamenti választásokon parlamenti párt legyen, aki tudja képviselni a magyarságot. Ez a cél, és ez a legfőbb célja ennek a pártnak, és ebben én tudok dolgozni. Ameddig ez a cél lesz, hogy a magyarok képviseletet kapjanak a parlamentünkben, akkor ez nekem egy komoly dolog, amiben részt kell venni. Helyi szinten megalakult a szövetség, aminek én is és kollégám Gábor is elnökségi tagja. Úgy gondolom, hogy pozitívan értékelték a helyiek is, akik ugyanúgy osztják ezeket a nézeteket, és együtt szeretnénk itt a helyi dolgokért is tenni. A lévai járási szint az még nem alakult meg. Helyi szinten is mi vagyunk az elsők, Ipolyság, aki megalakult. Lévai járásban mi vagyunk az elsők, akik meg tudtunk alakulni. Lévai szinten még nem, de lévai orgánumokban is érdekeltek vagyunk, tehát ott is fogunk tudni majd dolgozni. És ebből azt gondolom, hogy hogy a régiót is tudjuk majd mi fejleszteni. Amit nagyon fontosnak tartok még a szövetséggel kapcsolatban, hogy a szövetség az itt élő népnek a párt, tehát régió alapuló dolog, nem osztja meg a magyart a szlovákkal, hanem együtt dolgozik a szlovákkal is. Ez egy nagyon fontos dolog a párt életében, hogy mindenféleképpen mert nem mindenhol van úgy, hogy ugye 60% magyar, 40% szlovák, van a régióban olyan is, ahol sokkal több a szlovák, de élnek magyarok. Tehát ott a többséggel is ez a párt kíván együtt dolgozni, tehát nem akarja megosztani. Ez nekem szintén egy fontos momentum, és a magyar vonal is egy nagyon fontos dolog benne. Világos, és első körben talán ennyi. Mm-hmm. Köszönöm szépen. Gábornak szegezném ugyanezt a kérdést. Köszönöm szépen. Hát én is nagyon örülök őszintén, hogy sikerült ezt a szövetséget helyi szinten is létrehozni. Tudjuk az elmúlt évtizedben, sőt talán több mint egy évtized eltelt úgy, hogy a magyarok civakodásából az lett, hogy végül is nem lett képviseletünk a szlovák törvényhozásban. Innen is szeretnék gratulálni természetesen Zachar Pál kollégánknak, aki a szövetség elnöke lett Ipolyságon, a helyi szervezet elnöke. Péter kollégám és én nevemben pedig szintén alelnökök lettünk, úgy szóval, hogy az MKP platformjának is képviselve van, a Híd platformja is képviselve van, és az Összefogás platformja is képviselve van. Én úgy gondolom, hogy igen, ugye, ahogy Csenger Tibor megyei alispán elmondta, hogy ez egy példa arra, egy jó példa arra, hogy az lévai járásban elsőként tudtunk megalakulni itt Ipolyságon, és
szintén köszönöm azoknak a tagoknak is, akik itt részt vettek, és pozitívan álltak hozzá ehhez a szavazáshoz, és további jó munkát kívánok természetesen mindannyiunknak. Igen. Itt a régióban, úgy, ahogy Péter is elmondta. Jó, még akkor ehhez a kérdésnek van egy alkérdése, de mielőtt arra térnénk, már Gáborral az előbb megpedzettük ezt a témát, hogy bizonyos szempontból helyi szinten a volt akár MKP, akár híd, most már ez egy új dolog, amiről beszélünk, de volt itt egy bizalomvesztés, amivel érdemes lenne szembenézni. És most ez a megújulás, már hogy szövetségként forrott össze az egész, ez egy jó alkalom lehet arra, hogy mondjuk ezt a bizalmat visszanyerjétek erre, nem konkrétan ti, hanem így általában helyi szinten. Erre láttok esélyt, és esetleg ennek érdekében milyen lépéseket lehetne tenni? Hát esély az mindig van. Tehát nincs, hogy nincs esély rá. Az van, hogy ez a párt, ez egy fiatal párt, ami tulajdonképpen tavaly őszén alakult. Rengeteg munka van előtte, kevés van mögötte egyelőre. A közvélemény is megosztottan látja egyelőre ezt a pártot. Ugyanis ők se nem... Tehát ez rövid idő, hogy önállunk elérjük a bizalmat. Nekünk dolgoznunk kell, olyan kérdéseket tűzött ki, vagy olyan kérdéseket old a párt, ami a régió problémáit jelenti. Ez egy nagyon jó vonal. Tudatosítani kell azt, hogy különböző nézetű emberekből áll össze, és ez mindig okoz kis feszültséget, vagy feszültséget. Igen. De ezek megoldható dolgok. Tehát ez úgy működik, hogy lassan oldódik a dolog, ugye beszélgetünk róla rengeteget, a pártban is beszélgetnek róla rengeteget. Szerintem el fog jutni a parlamenti választásokig olyan szintre ez a párt, hogy egyértelműen fogja tudni kommunikálni azt, amit kommunikálni kell. Vannak kérdések, amivel még most nem értenek egyet, de vannak nagy része a kérdéseknek, viszont az rendben van. Azzal adom át ezt Gábornak akkor a szót, hogy bízzunk benne, legalábbis itt a mondandód végén, amit bízzunk benne. Gábor, te hogy látod? Én úgy gondolom, hogy helyi szinten nem lesznek problémák. Itten mi már nagyon régen együttműködünk, akár Péterrel, akár Pállal. Úgy gondolom, hogy helyi szinten nem lesznek ilyen problémák. Nem is voltak, én úgy ez gondolom, így. Hogy a híd, az MKP és az összefogás között nem is voltak helyi szinten problémák. Már a járásban igen, és főleg ugye az országos politikában ott vannak, csetepaték vannak, de én úgy gondolom, hogy Forró Krisztián az az ember, aki ezt a három tábort össze tudja valahogy kovácsolni, én úgy gondolom, hogy megtalálják a közös szót, és fognak tudni együttműködni. Hát ugyancsak őszintén mondhatom, hogy bízzunk benne, már ha amennyit az én szavam számít, de én is így gondolom. Én még hozzátenném, hogy kicsit kapcsolódok Gáborra, nagyon jól rávilágította a helyi szintre, ugye én kicsit globálisabban beszéltem róla. Helyi szinten egyértelműen az van, amit Gábor mond. Itt hosszú távon dolgozunk már együtt mi, és kommunikálunk azt, hogy mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, és nem vettem észre egyetlen egy pillanatot se, amikor nem lett volna összehang. Kibeszéljük, megbeszéljük a problémát, elindítjuk. Viszont jönnek a helyi választások is, és azon a véleményem vagyok, mindenféleképpen a szövetségnek ki kell állnia, és kell indítani a képviseletet itt a városban, de el kell tudnunk a városnak is magyarázni, hogy ez a szövetség, ez jó dolog. Sajnos itt is még meg vannak osztva az emberek. Ezt akartam mondani, vagy erről szól a kérdés valójában, hogy ezzel érdemes volna szembenézni, igen? Így van, és egyelőre, tehát előttünk is, a helyi szinten is előttünk olyan munka van, hogy ezt el tudjuk, ezt rengetegszer el kell mondani az embereknek, hogy ez jó dolog, pozitív, ne csak a negatívot lássak benne, a nagyobb szintű vitákat, amiket Pozsonyba zajlanak, nem oldja meg a régiót az, ahogy ők ott vitatkoznak, tehát nem az kell. Viszont ha pozsonyiak, vagy a felsőbb vezetés nem fogja tudni ezt úgy oldani, ahogy kell, akkor ez beleivakódik az itteni emberbe is, és nem fog hozzánk bizalommal fordulni, és ezt nem engedhetjük meg. Mert helyi szinten képviselni kell, a képviselő testületet is úgy kell felállítani, hogy igenis ott a szövetségnek erős képviselete legyen. Legalábbis megpróbálni. Jó, és már itt kapcsolódtál is akkor az utolsó témánkra.
ami egyfajta esélylatolgatás lehet csak még most ebben az időszakban, hiszen 2022. októberéig még nagyon sok víz le fog folyni az Ipolyon, hogy ne a Dunát emlegessük állandóan. Tehát, hogy 2022. októbere nem csak helyi szinten, hanem megyei szinten is választásokra várhatunk, vagy várnak ránk. És érdemes mindkét szinten megvizsgálni. Zachar Pál például a nyilatkozatában, amit nem régen hoztunk le, ő nagyon fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy ha megyei szinten nincs képviselete Ipolyságnak vagy Zselíznek, hanem ott ül 90%-ban lévai képviselő, akkor mégis hogyan tudhatjuk, vagy hogyan várhatjuk, hogy fejlődjön ez a régió is. De viszont nagyon fontos az is, hogy helyi szinten, ahogy ezt már Péter megpedzette, milyen képviselői testület ül össze, és milyen városvezetés. Tehát egy kis esélylatolgatásra invitálnálak így a végén benneteket, és aztán zárjuk a mai műsort. Gábor. Jó. Akkor a megyei szintű választásokkal kezdeném. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nehéz lesz. Megyei szinten nagyon nehéz lesz, ugye, mert össze lehet vonva az önkormányzati választás, ahol igen nagy részvételi arányokkal szoktak indulni. A megyén viszont kevés szokott lenni általában, mivel hogy most ezt egybe tolták, én úgy gondolom, hogy ha csak a lévai járást nézem, hogy az a 20-22 ezer magyar IQ ember, a magyar nemzetiség szempontból szeretném ezt megközelíteni, ezt a kérdést, nagyon, nagyon nehezen fog tudni elérni valamit. Én nagyon örülnék, hogy még úgy, ahogy Csenger Tibor az elmúlt években ott tudott lenni, és tényleg ahhoz kép, annak ellenére, hogy ő Zselíz és a Zselíz környéki, de ugyanúgy Ipolyságot is támogatta, ugyanúgy az egész déli régiót, a magyarságot támogatta mindenféle fejlesztésben, akár a gimnázium rekonstrukcióról beszélek, vagy a mezőgazdasági iskola komplet rekonstrukciójáról beszélek. Nagyon sok pénzt tudott ide invitálni, és így is van ez. Ezt meg is szeretném köszönni neki erről a helyről. Ami az önkormányzatot választásokat illeti, hát itt úgy, ahogy Péter kollégám mondta, hogy azon leszünk, hogy a szövetség minél több képviselőt tudjon beválasztani a testületbe, mert én úgy gondolom, hogy ezen a szövetségen belül mink tudunk együtt dolgozni. És egyfelé fogjuk azt a csónakot evezni. Nekem az lenne a legjobb, hogy minél többen jussunk be, minél kevesebb független. Én így látom ezt a dolgot. Világos, és konkrétan azt emelném még itt ki, hogy nagyon jó, hogy fölhívtad arra a figyelmet, hogy a mi régiónknak a magas választási részvétel az előreláthatóan nem fog kedvezni. És itt adnám a szót Péternek, hogy ha önmagunkban itt regionális szinten csak a magyar lelkekre számíthatunk, az valószínűleg nem lesz elég. Ezért kell olyan képviselőket esetleg talán kiállítani, akik a helyi szinten a szlovákot is megszólítják, és akkor az, hogyha valamit Ipolyságnak vagy a környező falvaknak elérünk, az egyaránt jó lesz a helyben élő szlovákoknak, magyaroknak is. Ha viszont a Léva környékét fejlesztik tovább, oké, hogy szlovák ül ott, de lehet, hogy nekünk helyi szinten, ha magyar vagyok, ha szlovák vagyok, nem lesz annyira kedvező. Így van. Itt Gábor szavaira kapcsolódva egyértelműen a megyén nagyon nehéz lesz olyan szavazatmennyiséget elérni, ami biztosítani fogja azt, hogy megyei képviselő lesz innét a régióból, és ez csak annak tudható be, hogy összelettek volna ezek a választások. Sajnos ezt be kell látni, hogy több mint 50%-a az embereknek elmegy helyi választásokra választani. Tehát, hogy hozunk egy példát, hogyha Léván elmegy az 50%-a választani, akkor ő automatikusan hamar ott van választani fog a megyei képviselőre is, és ott esélyesebben indulnak a szlovák IQ-ak, mert többen vannak. És itt több szavazatot fognak tudni kapni.
A szövetségnek nagyon nagy feladata megyei szinten, hogy ezt lekommunikálja, hogy ő nem magyarokat indít, hanem őt régiófejlesztő embereket indít oda, és régiófejlesztés azért az a szlovák népnek a régióját is fejleszti, aki ugye a településen él. Tehát ezt kell tudni kommunikálni. Nem, itt nem az van, hogy magyarokat indít ez a párt, pedig nagy részből magyarokból áll, illetve tehát egy magyar pártról beszélünk, de régió képviselő párt. Tehát hogyha fel van újítva egy híd az Ipolyon, hát azon átmegy a magyar is, meg a szlovák is. Itt ez a lényege neki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megyei szinten nehéz dolguk lesz, de nem tartom elérhetetlen kihívásnak, ugyanis most is vannak megyei képviselőjeink, akik most már a pártba egybe, tehát a régebbi pártokból most már gyűjtőpártba dolgoznak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vannak erős régióink is, ahonnét bekerülhetnek képviselők, úgyhogy nem látom olyan nagyon sötéten ezt a jövőt, de rengeteg munkára lesz szükség. Tehát szükség lesz az összes szavazatra, az biztos. Sőt, még egy kevés kellene pluszba is. Tehát ezt tuti. Helyi szinten pedig itt aztán teljesen egyértelmű a dolog. Viszont azt még azért elmondanám, hogy a közvéleménykutatásokat is komolyan kell venni, figyelni kell. Nagyon sok ember még mindig úgy reagálja, hogy a független képviselő neki a jó képviselő, illetve a független polgármester neki a jó polgármester. Ez a köztudatban egyelőre így van, és én úgy látom, hogy ez hosszú távon nem is fog változni. Most biztos, hogy a választásokig ez nem lesz úgy, hogy azt fogják mondani helyi szinten az emberek, hogy párton keresztüli... Nem az van most egyáltalán. Igen, tehát nem az arcokra szavaznak. Ez helyi szinten a szövetség feladata kell, hogy legyen szintén, hogy az emberekkel megszerettessék ezt a dolgot, és az emberek erre pozitívan tekintsenek. Ez egy komoly munka lesz, amin dolgozni kell. Képviselő testületben egyértelműen olyan embereknek kell ülni, akik tenni szeretnének. Itt a szövetségen belül vannak olyan emberek, akiket én ott el tudok képzelni egyértelműen, mert tudom, hogy hogyan dolgoznak, tudom, hogy hogyan élnek, vagy érzékelik a dolgokat. A polgármester pozíciója, ugye ez most már adott, mivel hogy a mostani polgármester ez valószínűleg nem fog indulni, de akár, hogyha úgy lett volna... Már amennyiben készpénznek veszük ezt a nyilatkozatot, de igen. Nézd, ha indul, ha nem, úgyis azt gondolom, hogy kell állítani polgármester előtt, vagy ellene, vagy pedig kell állítani. És azt gondolom, hogy ennek a városnak a polgármesterének nagyon fontos, hogy szíve mélyéből szeresse a várost, ezt tartom a legfontosabbnak. Azt is, hogy kommunikálni tudjon az összes közösséggel, ami itt van. Tehát úgy a magyarokkal, mint a szlovákokkal. Nagyon örül még, hogyha magyar polgármester lenne, mert ez mégiscsak egy magyar város, de nem szabad tehát kihadni belőle a szlovákságot, mert őket is kell képviselni. Tehát olyannak egy munkabíró embert tudok oda elképzelni, kompromisszumkész embert tudok oda elképzelni, alázatos embert tudok oda elképzelni, aki újra összetömíti a várost, fölveszi a kapcsolatokat a Magyarország felé, és amik úgy elmaradtak, hogy ez egy óriási fajban az én részemről is. Azok a kapcsolatok, amik ki lettek építve Magyarország felé, azok majdnem teljesen megszűntek. Ez nem a járható út. Mi határmenti város vagyunk, és 60%-unk magyar. Ezt tudatosítani kell mindenkinek. Ezt nem lehet másképp. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott is a szövetségnek lesz jelöltje, vagy lesz beleszólása. Én számomra egyelőre még kérdéses, hogy ez konkrétan a párt alatt, vagy pedig a párt támogatásával. Szerintem erről még hosszasan fogunk majd beszélgetni, mert... Van még idő, már így van. Ahogy... Mert meg kell nézni azt, hogy a közvélemény most hogyan áll a független jelölt mellett, hogy a független jelölés neki a jó jelölés, vagy az elfogadható, vagy pedig a párt. Én azt gondolom, hogy erről még beszélni kell, és a döntés, ami fog születni, az lesz respektálva, és az lesz végig. Hát így legyen. Én még egy szót szeretnék kérni ehhez kapcsolatban, mert az elmúlt időben ugye az a szó járt itt az elmúlt ciklusokban, hogy nem Vác felé kell nekünk fordulni, hanem nekünk Nyitra felé kell fordulni, mert onnan tudunk mind pénzt szerezni. Én szerintem ez nem teljesen jó rálátás. Nekünk nyitottnak kell lennünk, nekünk akár Nyitrától, Pozsonyból, de Váctól, Budapesttől is el kell tudnunk fogadni, ha minket valaki támogatni szeretne, el kell fogadni nekünk oda is, meg oda is. Nyitott ajtókkal kell várni. Tehát, hogy az egyik nem zárja ki a másikat. Nem, végképp. És ez így is működött egész addig, ameddig ez a vezetőség került ide.
Hát ez, annak idején ez így működött. Ugyanúgy a város képviselete elég gyakran tárgyalt Magyarországon is, de nem kevesebbet tárgyalt Nyitrát és Pozsony felé is. És így tudtunk elérni egy sokkal gyöngébb költségvetésből. Az akkoriban a költségvetésünk az körülbelül ilyen, hát a fele volt a mostanél, tehát 5 millió euróból tudtunk gazdálkodni, de mégis okosan, vagy jó, tehát voltak eredmények. És ez mind ezen múlik, ezen is múlik. Ezen is múlik, hogy ezek a dolgok nyitottak maradjanak. Úgy, ahogy Gábor mondja, hát mi nem csukogáthatunk be ajtókat. Mi nekünk új ajtókat kell építeni, és jó kinyitni őket. Világos. Hát ezen a ponton szeretném akkor megköszönni mindkettőtöknek, hogy itt voltatok, elmondtátok az egyébként magas gondolatokat. Nagyon remélem, hogy a jövőben is, akár még az év folyamán ebben a felállásban, vagy más felállásban lesz alkalmunk beszélgetni. És akkor köszönöm, búcsúzom tőletek, és köszönöm szépen. A nézőktől is akkor búcsúznánk. Ez volt a Reflex 24 beszélgető műsora, abban a témában, hogy merre halad majd Ipolyság 2022-ben. Látjuk, hogy civilekkel, tehát hogy így nyitottuk fel az előjövő beszélgetés, hogy civilekkel fogunk beszélgetni. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, civilek maradnak-e vagy nem, ez 2022. novemberében eldől majd. Köszönöm szépen akkor a figyelmet, remélem, hogy a közeljövőben újra találkozhatunk. Szép estét, délutánt, vagy amikor önöket éri a műsor, azt kívánni. Viszontlátás! Köszönöm szépen!